Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megújult a lengyeli faluház, 60 millió forintos támogatásból korszerűsítették az épületet. Fontos határidő közeleg, május 20-án válnak érvényessé az adóbevallás tervezetek. Gyűlik a szemét, több intézmény és a polgármesteri hivatal is csatlakozott a Teszed mozgalomhoz. Környezetvédelmi vetélkedő, elméleti gyakorlati és ügyességi feladatok vártak a diákokra. Közel 60 millió forintból újult meg a lengyeli faluház. A 250 éves épület energetikai korszerűsítésére nagy szükség volt, hiszen a közösségi élet helyszínéül szolgál az ingatlan. A fejlesztés egy topos forrásnak köszönhetően tudták megvalósítani. A lengyeli óvodások műsorával kezdődött a település megújult faluházának átadója. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, fontos a közösségek erősítése, így azon épületek megléte is, ahol olyan programokat tudnak megvalósítani, amelyeknek közösség összekovácsoló ereje van. 58 millió forintos beruházásról beszélhetünk, ahol gyakorlatilag energia szempontjából, legalábbis a fűtés tekintve szinte teljesen önállóvá tudott válni ez a művelődési ház, illetve faluház. És hát azt gondolom, hogy a jövőnek az egyik útja ez lesz, hogy az energiahatékonyságot mindenféleképpen növeljük, és a helyi lehetőségeket próbáljuk minél jobban kihasználni. Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően lengyel település évente megközelítőleg 2 millió forint energiaköltséget takarít meg, tudtuk meg a település polgármesterétől. Hőszivattyús fűtésrendszerünk lett, nagy napelemes rendszer van, ami reményeink szerint, ha nem is 100%-ba, de legalább 90%-ba a fűtésrendszerhez áramot is meg fogja termelni a napelem, és így saját forrásból tudjuk a fűtésünket is ugye megoldani, meg ugye nem kell akkor gázzal, meg mással fűteni, így a karbonlábnyomunkat is minél jobban lecsökkentsük, mert a mai helyzetben ez is nagyon fontos. A közel 60 millió forintos toppos forrásból a fűtéskorszerűsítés és a napelemes rendszer kiépítése mellett hőszigetelésre, valamint a nyílászárók cseréjére is sor került a lengyeli faluházban. Elfogadhatatlannak nevezte az Oroszország ellen bevezetni kívánt uniós olajembargót Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. Majd azt is hozzátette, az felér egy a magyar gazdaságra ledobott atombombával. A kormányfő hangsúlyozta, az uniós tagállamok vezetői korában egyességre jutottak abban, hogy csak olyan lépéseket szabad tenni, amelyek figyelembe veszik az országok eltérő energiaszerkezetét és azt a szuverén jogot, hogy az energiamixüket meghatározzák. Ám az Európai Bizottság elnöke, mint Orbán Viktor fogalmazott, akarva akaratlanul megtámadta a nagy nehezen létrehozott európai egységet. Egy háború idején ennek súlyos következményei vannak, tette hozzá a miniszterelnök. Most ezt elfogadtuk volna, tehát ha nem küldtem volna ezt vissza tegnap, akkor hétfőtől itt a rezsicsökkentésnek, lehet, hogy túlzok az év végétől, de a rezsicsökkentésnek vége van, mert a rezsicsökkentés egy nagyon nehéz pénzügyi konstrukció, az patika mérlegen lett kialakítva, hogy hogyan tudjuk védeni a családokat, hogyan tudunk segítséget nyújtani nekik. Emögött pénzügyi számítások vannak, és ez teljesen fölborult volna. Tehát azt biztosan mondhatom a tisztelt hallgatóknak, hogy ha nem oldják meg a magyar kérdést, és anélkül vezetnek be akár olajembargót, akár később gázembargót, mert persze majd kiugrik a nyúl a bokorból, mert a végén ide akarnak eljutni. Tehát ha bevezetik ezeket az embargókat, akkor a rezsicsökkentésnek vége van. Az a harc, amit én most folytatok, az a magyar rezsicsökkentés megvédésért folytatott harc. Május 10-ig rendelkezhetnek a munkavállalók az adójuk 1+1%-áról. Ezt mondta stábunknak a NAV Tolna megyei szóvivője. Május 20-ig pedig a személyi jövedelemadó bevallás tervezeteken lehet változtatást kezdeményezni. 6. éve készíti el a személyi jövedelemadó bevallásokat a NAV. Akinek ügyfélkapuja van, az ideit már meg is nézheti online. Fontos, hogyha valakinek van olyan jövedelme, amiről a hatóság nem tud, például ingatlan kiadásból, akkor az ezzel kapcsolatos bevételeit saját magának kell feltüntetnie.
Ha pedig valakinek pénz jár vissza, akkor be kell jelölnie, hogy postán vagy bankszámlára kéri azt. Valakinek nincs ügyfélkapuja, és mint említettem, mondjuk 1000 forintnál több visszaigényelhető adója van, akkor kapott postán tervezetet, és kapott hozzá egy kiegészítő nyilatkozatot. Ha a tervezetben foglaltakkal teljesen egyetért, nem kell semmivel kiegészíteni, tehát úgy látja, hogy minden benne van, akkor elég ezt a kiegészítő nyilatkozatot kitölteni és aláírni és visszaküldeni a NAV-hoz május 20-áig. Ugyanez a helyzet akkor is, ha valakinek befizetendő adója van, és arra részletet akar kérni. Fontos, hogy annak, aki egyetért a NAV számításával, semmi dolga nincs, mert a bevallás tervezet május 20-a után automatikusan érvényes bevallássá válik. Fontos még az, hogy a személyi jövedelemadó 1+1%-áról idén is a korábbi évekhez hasonlóan lehet rendelkezni, ugye akár elektronikus úton, akár papíralapon. A lényeg az, hogy május 20-áig a NAV-hoz beérkezzen, illetve ahol a munkáltató vállalta azt, hogy összegyűjti ezeket a nyilatkozatokat, ott a munkavállalónak a munkáltató részére május 10-éig kell átadnia. Tavaly a felajánlásokból 10,5 milliárd forint jött össze civil szervezeteknek és egyházaknak. Sok önkéntes szedte a szemetet Szekszárd utcáin az elmúlt napokban. A Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért nevű akció hazánk egyik legsikeresebb mozgalma. Több szekszárdi iskola tanárai és diákjai, valamint a polgármesteri hivatal dolgozói is kivették részüket a megmozdulásból. Egyenesen a munkahelyükről érkeztek a szemétszedésre a polgármesteri hivatal dolgozói. Az országos Teszed akcióban a város több intézménye és civil szervezete is rendszeresen részt vesz. Most a város egyik legnagyobb áruházának környékét tisztították meg. Között ez egy ilyen szélcsatornás terület, ez egzogos terület, ide befújja a szél a szemetet. Mindenféle blokkoktól kezdve szájmaszkon át, különböző étel dobozok, zacskók, jellemzően ezek voltak találhatók itt a területen. A Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Imáron 10. alkalommal rendezik meg. A személygyűjtési akció keretében szerte az országban nagy takarítanak a Teszed önkéntesei. A szemétszedéshez szükséges eszközöket, kesztyűket, zsákokat központilag kapta meg az önkormányzat, amit aztán szétosztottak a jelentkező intézmények között. Elsősorban az oktatási intézmények szoktak ehhez csatlakozni, akik minden évben a saját környezetüket megtisztítják a tanulóikkal, diákjaikkal. Most is azt lehet mondani, hogy 80-180 fővel az intézmények részt vettek ebben, és hát több tíz zsák szemetet gyűjtöttek össze intézményenként. Az idei programban részt vett a Baka István és a DNS Valéria általános iskola, az Egymi, a vendéglátóipari, a Csapó Dániel mezőgazdasági és a Kelemen Endre egészségügyi technikum, a Garai János gimnázium és a Babits Mihály általános iskola is. Polgármesteri hivatal is minden évben most már azt lehet mondani, hogy rendszeresen önkéntes alapon részt vesz ebben. A polgármesteri hivatal vezetője, a jegyző tulajdonképpen nincs nyomás, tehát bárki szabadon jelentkezhet, de kifejezetten támogatják is, hogy eljöjjenek. Most is itt vagyunk 20-an, akik úgy gondolták, hogy segítenek vagy tenni szeretnének a környezetükért. A város mindig is nagy hangsúlyt fektetett a környezetvédelemre, ami a hamarosan elkészülő fenntartható városfejlesztési stratégiában is nagy hangsúlyt kap majd. Május 6-a a Magyar Sportnapja. A kontinens első szabadtéri sportrendezvényét 1875. május 6-án Budapesten rendezte a Magyar Atlétika Klub, Magyarország legrégebbi egyesülete. Ennek emlékére a kormány határozata alapján 2000 óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar Sportnapját. Az 1875-ös eseményen atlétikai és ökölvívó számokban mérkőztek meg a sportolók. Közel 1500 futó érkezik a május 7-én megrendezésre kerülő félmaratonra a Tolnai megyeszékhelyre. A verseny a Béla Király térről indul, és a város több területén útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra lehet számítani. 13 óra magasságában a Garai tér, Széchenyi utca, illetve Bezerédi utca egy szakaszát, 14 órától a Béla Király tér, Bezerédi utca, illetve a Szent László utcai körforgalmat zárják le, de délután 14:30-tól a Munkácsi utca és a Béla Király tér között, a Körösi, Újfalusi Imre és Zöldkert utcákban, valamint a Parászta és Tolnai Lajos utcákban is korlátozásokra kell számítani. Ezt követően a mezőny a Borvidéken halad tovább, így az ott élők türelmét is kérik a szervezők.
Közel 6 év börtönre ítélte a bíróság azt a férfit, aki részegen gázolt halálra egy füvetnyíró idős férfit, zombán még 2,5 éve. A vádlottnak több más bűncselekmény miatt is felelnie kellett, az ítélet egyelőre nem jogerős. Az oldalára borulva állt meg a terepjáró kégybel területén. A hatalmas sebességgel becsapódó kocsi magával rántott egy éppen füvetnyíró idős helyi férfit. Az áldozat azonnal meghalt. A gázolás még 2019. októberében történt. Vezetőszáron és bilincsben kísérték a rendőrök a gázolót. A tárgyalóteremben aztán kiderült, hogy az akkor 35 éves tolnai férfi erősen ittas volt a baleset idején. Sőt, korábban kábítószerfogyasztás miatt is indult ellene eljárás. Az ügyében most hozott ítéletet a bíróság, több bűncselekmény miatt is felelnie kellett. A Bonyhádi járásbíróság ítéletet hirdetett a kéti gázolóként elhíresült büntetőügyben. Az ítéletben bűnösnek mondta ki a vádlottat, halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés büntettében, csalás büntettének kísérletében, hamis magánokirat felhasználásának vétségében és kábítószer birtoklásának vétségében is. Ezért a bíróság halmazati büntetést alkalmazott a vádlottal szemben, 5 év 8 hónap végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. Emellett 6 évre a jogosítványát is bevonták a halálos balesetet okozó sofőrnek. A bíró súlyosító tényezőként értékelte, hogy a férfinak korábban már többször is meggyűlt a baja a hatóságokkal. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlottal szemben több büntető eljárás is indult, több bűncselekményben is kimondta bűnösnek, nem csak ebben a közlekedésiben, hanem egyéb bűncselekményekben is, valamint azt, hogy korábbi elterelését nem vállalta, és nem hagyott fel a kábítószer fogyasztásával. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott enyhítésért fellebbezett. Ismeretterjesztő, környezetvédelmi és ökomegoldásokkal foglalkozó vetélkedőt rendeztek Cikón. Aparhan, Györe, Tevel, Morágy és Cikó általános iskolásai vettek részt a megmérettetésen, ahol az elméleti és ügyességi feladatok mellett gyakorlati példákkal is találkoztak a gyerekek. A kezdeményezés legfontosabb célja a szemléletformálás és a környezetvédelem fontosságának szem előtt tartása volt. A rejtjelezett idézetet fejtsétek meg. Jó? 5. alkalommal rendezték meg a cikói ökovetélkedőt. A megmérettetésen a környező települések felsős diákjai vettek részt, aminek végén a csapatok elismerő oklevéllel gazdagodtak. Az elméleti példák az ismeretterjesztés, míg a gyakorlatiak a környezetvédelem és az újrahasznosítás jegyében zajlottak. Elsősorban az a célunk, hogy a gyerekek itt picit egy ilyen szemléletformáláson menjenek át, illetve hát erősítsük meg azt, amit ugye tanórákon tanulnak, a környezetvédelmet tartsák fontosnak, szeressék a körülöttük lévő természetet, értékeljék azt. Erős Beáta, a zsűri tagja kifejtette, hogy a feladatok között puzzle, emblémafelismerő és összepárosító játékokon kívül szörpkostolás és a Battle Flip nevű ügyességi játék is szerepelt. Ez most már 5. éve kerül megrendezésre, sajnos a Covid miatt nem volt rá lehetőség, hogy összegyűjjenek a gyerekek. Egyébként mindig nagy érdeklődéssel fogadják ezt a versenyt, és én azt szeretem ebben, hogy amit eddig nem tudtak, azt most itt van lehetőségük megtanulni és elsajátítani. Fábián Luca elmondta, minden feladatot nagyon élveztek, céljuk pedig a legjobb 3 csapat közé kerülni. A képek nagyon egyszerűek voltak, meg a túraútvonal is. Igazából nem nagyon volt olyan. Vagy nem tudom, nem érzem úgy, hogy volt, ami bonyolultabb. Esetleg a 3 kép közül, hogy melyik lehet a legelső, így talán azok. Az ismeretterjesztő feladatoknak köszönhetően a versenyen résztvevő gyerekek játszva tanulhattak és fejleszthették képességeiket. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Baranyai kis települések fogtak össze, adománnyal segítik a háború elől menekülőket. Gyorsultak a jogi eljárások a pandémia alatt, a digitalizáció hatékonyabbá tette a bíróságok munkáját. Itt a hullanyszezon, a szakemberek a megelőzés fontosságát hangsúlyozzák. Hét baranyai település önkormányzata fogott össze, hogy segítsék a háború elől menekülőket. Mintegy 10 millió forint értékű adománycsomagot állítottak össze, amit csütörtökön indítottak útnak Bírjánból. A megyei önkormányzat is segíti a rászorulókat, 1 millió forintból vásárolnak tartós élelmiszereket, higiéniai termékeket.
Szállítással előkészítve azok a tartós élelmiszerek, higiéniai termékek, amelyekkel az Ukrajnából menekülőket akarják segíteni, baranyai kistelepülések és a megyei önkormányzat. Egy kereskedelmi cég birjáni telephelyén várt az indulásra az adomány. Együtt érzünk azokkal a családokkal, azokkal a rászorultakkal, akik kénytelenek voltak az otthonaikat elhagyni, családjaikkal elmenekülni, a kárpátaljai magyarokkal természetesen, és ez az adomány, reméljük, hogy a méretét, mértékét és az összeállításánál fogva is szolgálni fogja ezt a célt. Az 1000 lakosú Egerágon gyűjtésbe kezdtek az ott élők. Az önkormányzat is segíteni akarta a saját forrásaival, ezért csatlakoztak a mostani akcióhoz. Úgy gondoltuk, hogy az önkormányzatnak is valamilyen szinten ezt fel kell karolni, ami létrehoztunk egy alapot, és az elsődleges szándékunk az volt, hogy akik helybe jönnek, esetlegesen menekültek, őket segítjük ebből, de itt Kumbi Józsi Szemeli polgármesterének az invitálására, tehát egy kicsit kinyújtottuk, úgymond a határokat kiterjesztettük, és ebbe látjuk a garanciát igazából itt, akik segítik ezt az egészet, hogy célirányosan jó helyre kerül az adomány, a támogatás, és szerintem ennek minden egerági örül, hogy maga a település, az önkormányzat is, és nyújt ilyen támogatást. A Baranya megyei önkormányzat szintén csatlakozott a segítőkhöz. Baranya megyei önkormányzat is igyekezett jó példával előjárni, hiszen még a járvány idején indítottuk el a Baranya Segít programot, amelyet tovább folytatunk. Most a megyei közgyűlés döntése értelmében 1 millió forinttal a karitatív szervezeteken keresztül segítjük a bajba jutottakat, de fontosnak tartom azt is, hogy nem csupán a megyei önkormányzat vagy a központi közigazgatás különböző szervezetei és egységei, de a kis közösségek is összefogtak. Egerág, Szőkéd, Áta, Kisherend, Pécsudvart, Szemei és Birján polgármesterei fogtak össze a háború elől menekülőkért. A szállítójárművet is a birjáni polgármester cége biztosította. A baranyai adományt az ukrán határnál dolgozó karitatív szervezeteken keresztül juttatják el a menekültekhez. Összbírói értekezletet tartotta a pécsi ítélőtábla és a pécsi törvényszék. A tanácskozást megelőzően tájékoztatták a sajtóképviselőit a bíróságok 2021. évi működéséről. A bírák szerint a járvány alatt sok új elem került az eljárásrendbe és felgyorsult az ügymenet. 2020 tavaszától kezdődően a bíróságok működését is nagyban befolyásolta a COVID-19 világjárvány, emiatt jelentős változások történtek a bíróságok működésében is, mondta dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a mai sajtótájékoztatón. Elhangzott, hogy a járvány miatti szabályozások, korlátozások, különösen az időszerűségi mutatókra voltak hatással. A tárgyalásokat mindkét évben több hónapig nem lehetett tartani a tömeges megbetegedések miatt. Az ügyek előrehaladásának elősegítése érdekében teret nyertek a távmeghallgatások. A pandémiának számos korlátozó hatása volt, és számos vonatkozásban korlátozó tényezőként jelentkezett, de ha van áldásos oldala a járványügyi helyzetnek, akkor mindenféleképpen az, hogy egy olyan digitális technikát teremtetett meg, és kényszerített a bíróságokra, aminek hosszabb távú hatása és gyümölcsöző hatása lesz. Sipos Balázs elmondta, hogy például a külföldön élő tanukat, vagy az amúgy is elfoglalt szakértőket nem kell a kihallgatás helyszínére idézni, hanem a távmeghallgatás igénybevételével tudja őket meghallgatni a bíróság. És igaz ez a megalapítás a fogvatartottak esetében is, a vádlottak esetében is, akik élhetnek ezzel a lehetőséggel, és a fogvatartás helyszínéről jelentkezhetnek. A törvényszék elnöke hozzátette, hogy az eljárásjogi törvény ebben az esetben is garanciát biztosít a tekintetben, hogy a védői jogok ne csorbuljanak, vagyis a védő és védence ellenőrzés és korlátozás nélkül kapcsolatot tarthasson. Ez a digitalizációs folyamat a járvánnyal összefüggő intézkedéseknek volt köszönhető. Ez dr. Turi Tamás, a pécsi ítélőtábla elnöke is megerősítette. A pandémia idején is a törvényhozó a rendkívüli jogalkotás körében engedett könnyítést gyakorlatilag egyrészt a tárgyaláson kívüli ügybefejezéseknek, másrészt a digitális lehetőségek alkalmazásának. Tehát igazából az úgynevezett VEIR veszélyhelyzeti jogalkotás alatti jogszabályok azok, amelyek megkönnyítették a helyzetet. Amíg a büntető ügyekben a legtöbb esetben kötelező volt a jelenléti tárgyalás, addig a szabálysértések tekintetében komoly változás történt. Rendkívül sok ügy érkezett,
egyrészt új szabálysértési tényállások születtek a világjárvány miatt, másrészt pedig a rendőrség kampányszerűen intézkedett. Ezért ezt úgy kell elképzelni, hogy a 2020-as szabálysértési peres és peren kívüli ügyérkezés a megelőző év 50%-a haladta meg a megelőző évét, és ott például nagyon gyakori volt a digitális eszközök útján történő tárgyalás. Mint megtudtuk, emelkedett az ítélkezés színvonala is. Egyre kevesebb fellebbezést nyújtanak be, és csökken a hatályon kívül helyezések száma, ami a bírók szerint a jogi szolgáltatásokat kérők megelégedését mutatja. A tavasz beköszöntével egyre több kutyatulajdonos keresi fel az állatorvosokat kullancsípéssel. A klímaváltozás miatt ráadásul egész évben védeni kell a kedvenceinket. Decemberben például volt olyan eset, hogy 40 vérszívót szedtek ki egy négylábúból az egyik kaposvári rendelőben. Baj esetén fontos, hogy időben forduljunk segítségért, de ennél is fontosabb a megelőzés, hangsúlyozzák a szakemberek. Néro 5 éves menhelyről mentett kutya. Gazdái sokat kirándulnak vele, így a kullancsok miatt rendszeresen átnézik bundáját, és azt mondják, nagyon gyakran találnak is benne. Előfordul, hogy nem is egyet, ezért megelőzésként már tablettát is adnak kedvencüknek. Most is voltunk a Kis-Balatonon, még soha nem voltunk, nagyon kis szép rész, és rögtön már, ahogy hazamentünk, mindegyünk, mert 4 kutyával mentünk, és majdnem mindegyikben volt kullancs. Viszont ugye a gyógyszerre szoktunk mi általában mindig azt szoktuk használni, mivel hogyha fürdetjük, az nem jön le róla, benne van ugye, és így tudunk védekezni ellene. De rögtön azonnal mindegyiket átfésülgetjük, áttapogatjuk, magunkba is találtunk, de igen. De viszont ez a gyógyszer, ez nagyon jó, ez szuper. A megelőzés a legjobb védekezés, emeli ki az egyik kaposvári állatorvos, ennek pedig sokféle módja létezik már. Az ugye szív- és bőrféreg ellen is jó. A nyakörves és cseppentős módszer egyes hatóanyagaira ellenállóvá váltak a vérszívók, a kullancsok elleni gyógyszerek viszont akár több hónapos védettséget is jelentenek. Téves az a gyakorlat a gazdik részéről, hogy minden sétáltatás után inkább átnézik a kutyust, mint hogy különböző gyógyszerekkel megelőzzék a kullancsosságot, mert nagyon-nagyon nehéz őket észrevenni. Ugye nagyon-nagyon picikék, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy amikor belefúrodnak az állatba, akkor az állat bőrébe olyan anyagokat fecskendeznek, amitől az állat nem érzi azt, hogy benne kullancs van. Bágyadtság, étvágytalanság, levertség és sötét kóla színű vizelet. Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk kedvencünknél, érdemes gyanakodnunk és azonnal szakemberhez fordulni, hogy minél hamarabb megkapja a megfelelő kezelést. A szakember szerint a baj ekkor még egy injekcióval orvosolható. Később azonban máj és vesekárosodás léphet fel, illetve az intenzív kezelés ellenére el is pusztulhat a megfertőződött kutya. Karácsony előtt 3 nappal jött egy nagyon-nagyon súlyosan babéziás eset, akiből, hát azt hiszem, ha jól számoltam, akkor egy 40 darab kullancsot szedtünk ki, igen, és hát ugye a gazdája folyamatosan az erdőt járta vele, és későn vették észre, hogy ennyi kullancs van benne. Első nagy, tavaszi-nyári rajzásuk már tart, de nem csak azoknak érdemes óvatosnak lenniük, akik sétáltatják kutyáikat, a zárt udvaron élő állatot is ajánlott időnként átvizsgálni, mert benne is lehet kullancs. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Megújult a lengyeli faluház, 60 millió forintos támogatásból korszerűsítették az épületet. Fontos határidő közeleg, május 20-án válnak érvényessé az adóbevallás tervezetek. Gyűlik a szemét, több intézmény és a polgármesteri hivatal is csatlakozott a Teszed mozgalomhoz. Környezetvédelmi vetélkedő, elméleti gyakorlati és ügyességi feladatok vártak a diákokra. Szombaton még döntően felhős marad az ég, de időről időre előbújhat a nap. Délután szorványosan kialakulhatnak záporok, vasárnap is erős felhősödésre kell számítani, de jelentős mértékű csapadék nem várható. Hétfőn a megélénkülő északi szélhoz valamivel szárazabb levegőt térségünkbe. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!